Óriási bajba kerülhet az a több ezer magyar munkavállaló és családjaik is, akik a Dunai Vasműben, tehát a Dunaferben dolgoznak, hogyha beigazolódnak azok a hírek, amelyek úgymond folyamatosan lebegtetve vannak, hogy véglegesen leáll a Dunai Vasmű. Különösen aggályos továbbá, hogy erről az üzemi tanácsot és a szakszervezetet nem is értesítették, ezt már Molnár László, a Dunafer DR Vasas Szakszervezeti Szövetség elnöke mondta el, aki hozzáfűzte, hogy sajnos ez nem egyedi, tehát már megszokták ezt a fajta kommunikációt, jobban mondva a kommunikáció hiányát feléjük. A helyzet tehát nem egyszerű, és nem csak a vasműben dolgozó munkások és családjaik aggódnak, hanem a város lakói is, hiszen egy ilyen végleges leállás negatívan érintené Dunaújvárost is, de én azt gondolom, hogy kimondhatjuk, hogy teljes Magyarországot is. Tehát, mint mondtam, nagyon bajós jeleket látunk, és akkor még nem is beszéltünk róla, hogy rendezetlen évek óta a tulajdonosi háttér a Dunafer környékén. Ezért mondja a Mi Hazánk mozgalom azt, hogy a Dunai Vasműnek magyar állami tulajdonban kellene lennie, de most az a legfontosabb feladatunk, közösen mindannyiunknak, hogy megmentsük a Dunafert a végleges leállásról, mert rendkívül fontos nemzetstratégiai munkát végeznek azok a munkások, akik itt a hátam mögött lévő vasműben dolgoznak. Tehát elsősorban a Mi Hazánk mozgalom rájuk gondol, a vasműben dolgozó munkásokra és családjaikra, őket kell megmenteni. Hogyha ehhez a kormány részéről anyagi támogatás kell, akkor a kormánynak ezt meg kell adnia, ezért felszólítunk minden érintettet nyomatékosan, hogy ez legyen a prioritás, hogy ne álljon le a vasmű, mert megbecsülést, erkölcs és anyag értelemben vett megbecsülést kell kivívnunk a vasműben dolgozó munkások számára.